Kedves gyerekek, kedves szülők, itt az ideje, hogy egy új projektbe vágjunk bele. A mai napon az alkalmazást, amit használok, Zoom-nak nevezik, és nagyon jól meg lehet vele osztani a képernyőt. Ezért engem most piciben fogtok látni, de az én képernyőmet most ti is látjátok. A feladatom a mai napon az, hogy egyrészt bemutassam nektek, amit a mai napra terveztem, mint tanulóanyagokat, és az informatikához kell igazából most nekem ez az alkalmazás, mert ennek a segítségével meg tudom mutatni, hogy pontosan hogyan tudunk weboldalt létrehozni, legalábbis egy annak kezdetleges formáját. Egy ingyenesen igénybe vehető weblapot fogunk használni, amin keresztül megalkotjuk saját, mondhatnánk azt is, hogy a digitális naplónkat, ugyanis egy blogoldalt fogunk létrehozni. Több lehetséges megoldás is van, én azért választottam pont ezt a webnódot, mert talán ez most egy könnyen kezelhető, de azért elég sok szeszmesztelést lehetővé tévő alkalmazás, amiről beszélünk, és ha valamiért úgy gondolja, hogy az ember törölni akarja, könnyen, gyorsan megteheti. Nos, a mai napon a következőt fogjuk csinálni. Nem tudok beszélni, felejtsd el. Na nézzük. A mai napon találkozunk nyelvtannal, matekkal, lesz technikánk, előre megsúgom technikából, amit szeretnénk csinálni, az szoba, rendrakás. Erre még nekem is szükségem volna. Szóval, ha ezek megvannak, akkor előkerül az úgynevezett etika vagy erkölcstantantár, és be fogom építeni az informatikába, mert hogy az, hogy mit oszthatunk meg, mit érdemes fölraknunk, hogyan érdemes megcsinálnunk valamit, ez természetesen etikai kérdéseket is fölvet. Előre bocsátom, az alapelv az az, hogy ezeket, amiket a mai napon megalkotunk, magáncélra készítjük. Tehát nem az a kifejezett célunk, hogy ezt az egész világ olvassa, ezt lényegében nagyon egyszerűen szeretnénk megcsinálni, csak olyan dolgot szeretnénk megmutatni benne, ami adott esetben bárki előtt számára, vagy bárki számára vállalható. Minimális dolgokra gondolok, be is mutatom, hogy hogyan tudunk egy ilyet elkészíteni, és egyúttal a sajátomat is meg tudom mutatni, hogy ott hogyan készítettem. Szóval vágjunk is bele. Mivel a Zoom csak 40 percnyi anyag felvételét teszi lehetővé, többet nem, ezért 40 perc után bontja az anyagot, tehát 3-4 óránk sincs, hogy a matekot, a magyart és az informatikát is megcsináljuk. Csapjunk is akkor bele a nehezébe. Mivel mindent látni fogsz, ezért megmutatom, amit én szeretnék, és mindenhez látni fogod a magyarázatomat is. Mielőtt bármit megint nem tudok beszélni, zavarban vagyok, mert fölveszem a képernyőt. Na nézzük. Tudjátok, ez már csak így van. Nézzük akkor az elején. Egy kis matekkal kezdünk. A matek az pedig ebben az esetben a számolófüzetben lesz, egészen pontosan a 92. oldalon. 92. oldalon fogsz látni 8 darab szorzást és 8 darab osztást. Szóval ezeket meg lehet csinálni. Ha 6-ot meg tudsz csinálni, én a mai napra elégedett leszek vele. Ha mind a 8-at megcsinálod, 8-at, akkor azt hiszem elmondhatjuk, hogy te vagy a császár. Szóval emlékeztetnélek arra, egy kicsit rá is zoomolok. Tudjátok, hogyha 237-et akarsz 38-al elosztani, amúgy kíváncsi vagyok, hogy az egerem is látszik vajon? Szerintem igen. Mindent, amit csinálok, elvileg ti is láttok. Kétféle szorzási módszerünk van. Az egyik az, amikor például 237-et szeretnék 38-al szorozni, akkor azzal kezdem először, hogy a 8-assal kezdek, a 7-essel szorzom, utána a 8-as szorzom a 3-assal, a 8-as szorzom a 2-essel. Egymás alá leírom a számokat, és amikor a 30-assal szorzok a 3-assal, akkor azt balra fele egyel elcsúsztatom. Ha így döntök, akkor arra számítasz, hogy bal oldalra kell eltolnod. Amennyiben úgy döntesz, hogy a 3-as számmal kezded a szorzásokat, akkor a 3-as a 7-essel, 3-ast a 3-assal, 3-ast a 2-essel szorzol. Amiket kapsz, ide írod be. Pontosan alá, a 237 alá. És hogyha 8-al is meg szeretnénk szorozni, akkor jobb oldalra kell eltolnunk. Ezekre biztosan emlékszel. A végén pedig, amiket kapunk, össze kell adnunk. Ne feledd, 1-est az 1-essel, 10-est a 10-essel, 100-ast a 100-as helyértékűvel adunk össze, és így tovább, és így tovább. A végén, amikor megvan az összeadásod, akkor megkapod a végeredményt. Nos, az osztás esetében úgy működik a dolog, hogy mindig a lehető legelső számmal kezdünk dolgozni, olykor ez nem lehetséges. Itt például meg is mutatom, melyik alkalommal nem. Például van itt egy ilyen, hogy 1685,
osztom 4-jel. Egyet nem tudsz 4-jel elosztani, de biztos, hogy nem 0-szor lesz meg benne. Ott ebben az esetben a 16-tal fogod kezdeni. 16-ban megvan a 4, megvan 4-szer, mert 4-szer 4 az 16, nem marad semmi. Lehozod a nullát. És így tovább, és így tovább. Röviden meg is mutatom, hogy én hogyan dolgoztam. Ebben nem szabad, hogy hiba legyen. Ha mégis találsz, akkor légy szíves, jelezd. Nos, egy kicsit ránagyítok. Itt van egy ilyen, hogy 418x19. Okos szemfüles gyerekeimnek rögtön feltűnik, hogy jé, 10 valamennyivel kell szorozni. Az nagyon jó, mert kevesebb munkám van bele. Miért is? Ha 418-at 1-jel szorzol, 418-at kapsz. A szorzásban lehet gyorsítani a dolgot, mégpedig úgy, hogy ebben az esetben úgy veszed, mintha a 418-at már kiszámoltad volna. És már csak a 9x8-at kell, és az 1x9-et, 9x4-et kell kiszámolni, és én általában mindig jobb oldalra szoktam csúsztatni. Mindig a 10-esekkel kezdem, és utána megyek az 1-esekre. Ha 100-assal szoroznám, mondjuk 219 lenne, abban az esetben pedig 3-sornyi megoldásod lenne, és a végén 3 sort kéne összeadnod. Ilyet is csináltunk már egyszer-egyszer órákon. Nos, itt láthatod az összes megoldást, le tudod magadnak ellenőrizni. Észrevettem, és ez többször előfordult hibaként mondom, nem csak matekban, de olykor-olykor magyarnál is tapasztalom, hogyha én megoldok egy feladatot, és a javító kulcsban láthatod a megoldást, akkor volt már arra példa, hogy valaki az én magyarázatomat is leírta. Ebből számomra az következik, hogy nem a saját eszét használta, hanem inkább kihasználta a videó adta könnyebbséget, hogy egyszerűen csak bemásolod a megoldásokat. Ezt a megoldást nem fogom tudni elfogadni, pontosan azért, mert ebben a dologban a te gondolkodásod nincsen benne. Én a te munkádra vagyok kíváncsi, hogy te látod a világot, hogy te oldod meg. Nincs két egyforma olvasásházi sem. A mateknál nagyjából egyértelmű, hogy mit kell számolni, ott azt hiszem, hogy ugyanazok a megoldások elő fognak fordulni többször is, mert a matek így működik. De az olvasásnál annyiféleképpen megfogalmazhatod a gondolataidat, hogy azt lemásolni, azért is butaság, mert igazából, ha azt mondják, hogy ezt nem fogadom el, mert ezt a tanárod írta és nem te, akkor igazam lesz, mert pontosan azt írod, amit én. Ezért ne csináld ezt. Használd az eszedet, és gondold végig te magad a megoldásokat. Az osztásokra visszatérve, mikor kiszámoltam, bocs, hogy nekem egy kicsit elcsúszkáltak a számok, de hát így tudtam a Paint-tel megoldani, amikor ezzel elkészültél, akkor végez ellenőrzést is. Én előre mutatom, azért írtam X-szel a szorzásját, mert ha csak egy pontot írtam volna, vagy egy csillagot, akkor félreértenéd. Ezért az X-et használtam. Ez minden egyes alkalommal, amikor ilyen jellegű szorzásosztás lesz, én mindig X-el fogom a szorzásokat jelölni, hogy jobban látszódjon. Te persze pontot fogsz tenni. De nekem az X a szerencsésebb, hogy jobban láthassd. Olykor-olykor láthatod, hogy maradtak maradékok, azokat illik bekarikázni. Oké, profik bekarikázzák a maradékot. A szorzás jelét itt le is írtam, hogy X-el jelöltem, mert a pont nem látszik. Szokás még a csillagjelölés is, az is szorzást jelöl. És bocs, ha behaladszik a gyerekek hangja, de jelenleg az van, hogy vacsoraidő van. Aztán következő. Az ellenőrzésnél figyelj arra, hogy rendesen végezd el az ellenőrzést, mert hogyha hanyagul csináltad, és visszaellenőriznéd, nem fognak kijönni az eredményeid. Olykor előfordulhat, hogy mondjuk 1304-et megszorzol 5-tel, csak 6520-at fogsz kapni. Jé, de nekem 6523 volt a kiinduló számom, az osztandóm. Ebben az esetben azt a plusz 3-at is hozzá kell adni, ami a maradék. És ha jól dolgoztál, ki kell, hogy jöjjön az eredményed. Oké? Így visszaszorzással tudod az osztásokat ellenőrizni. Mivel az osztások ellenőrzése egy kicsit hosszabb ideig tart, ez sajnos benne van a pakliban, hogy erre több időt kell szánnyál. Mivel látod az összes megoldásomat, hogy mit hogyan csináltam, hogyan számoltam, és ezt elküldöm mellékletként is, többet ismétlésre nem szeretnék áldozni. Mivel rengeteg szorzásosztást végeztünk a tanévben, ezért számítok rá, hogy ezt hibátlanul meg fogod tudni oldani. Viszont amit kérek, a számolások menete mindenhol legyen ott. Ez fontos. Nézzük a következőt. Az igék összefoglalása következik, ez a munkafüzetednek a 100. oldalán található egész pontosan. Igen, 100. oldal, nem kell az egész, hagyunk holnapra is.
találsz néhány olyan találós kérdést, amire, ha rájössz, hogy mit akart a találós kérdést neked elrejteni, oda is írhatod a megfejtéseket. De amit mi szeretnénk kérni, az az lesz, hogy húzzuk alá az összes igét. Biztosan emlékszel rá, hogy az ige cselekvés, történés, létezést kifejező szófaj. És úgy tudsz rákérdezni, hogy mit csinál? Mi történik? A létige pedig létezést fejez ki, ezek a van, volt, nincs, lesz, sincs, vagyok, stb. Ezeket meg kell tanulnod, hogy ezek létigék, ezek a legegyszerűbbek, nincs belőle sok. Ha szétszeparálod őket, szétválasztod őket, akkor cselekvést fejeznek ki, történést fejeznek ki, létezést fejeznek ki. Ebben az esetben cselekvést fejez ki az, amikor az a valami, vagy az a valaki végzi maga a cselekvést. A történést kifejező esetében ott megtörténik vele a cselekvés, és erre azzal, akivel megtörténik, nem feltétlenül van hatása. Például, amikor valaki nő, akkor ugye növekszik, gyarapodik, ez megtörténik vele, de érdekes egyébként, hogy pont ennél az igénél, akár mondhatnánk, hogy ezt ő csinálja, de nem akarattal csinálja, nem tudatosan, ezért mondják, hogy az igén az történést fejez ki, mert ez megtörténik vele. A létezést kifejező igék a legkönnyebbek. A kettes feladatnál találsz egy ilyet, hogy különböző szólások, mondások találsz néhány ilyet közülük, ezek, elnézést, csak zavarban vagyok, és próbálok is sietni mellette. Szóval, hogyha elolvasod, hogy hegyezi a fülét, nagyon beszédes a kifejezés. Hegyezni a fület nyilván feltételezem, hogy nem tudod kihegyezni, ha csak nem akarsz tündehajat, tündefejet magadnak, vagy tündefülecskét, de nyilván azt jelenti, hogyha az ember hegyezi a fülét, hogy figyel. Amikor töri a fejét, nem biztos, hogy a betonba törjük, elég, ha más töri a fejünket, de a lényeg az, hogy ha töri az ember a fejét, akkor valószínűleg megerőltető dolgot végez, vagyis gondolkodik. Leesik az állam. Nos, ha csak nem Michael Jacksonnak hívnak, akinek tudjuk, hogy átlag a nózia is lepottyant, ebben az esetben valószínűleg a leesik az álla az valami azt jelenti, hogy ha valakit nagyon váratlanul ér valami meglepő dolog, akkor tátva marad a szája, ez azt jelenti, hogy meglepődik. Fülig szalad a szája. Általában akinek ilyen széles a mosolya, azt ugye tudjuk, hogy nagyon boldog, vagy nagyon fel van dobva. Szóval fülig szalad a szája, mosolyog vagy örül. Hajba kapnak. Ugye kopasz emberrel nem tudsz hajba kapni, mert nincs haja. De igazából ez a kifejezés azt jelenti, hogy régen, amikor az emberek veszekedtek és esetleg cibakodtak, akkor volt, hogy egymásnak megrángattatták a haják. Ez elsősorban a hölgyeknél fordulhatott elő, feltételezem. Ezért a hajba kapnak, ez ezt jelenti. Viccesen ennek az emlékét őrizheti a mondás. Tehát veszekednek. Borsot tör az orra alá. Biztosan nagyon jól tudod, hogyha a szálka megy az ujjadba, nem halálos a sérülés, de azért igen kellemetlen. Ha valaki borsot tör az orra alá, az azt jelenti, hogy nyilván valami olyan dolgot csinál, amivel bosszantja. Valószínűleg, hogyha borsot szaglunk, azért maradandó károsodást nem fogunk szenvedni, de azért kellemetlen tud lenni. Tehát borsot tör az orra alá, valami olyasmit jelent, hogy valamivel kellemetlenkedik, vagy kellemetlenséget okoz. Például. Vagy itatja az egereket. Ugye, hogyha könnyezik az ember, akkor lepatyog a föld fele a könny, távozik. Ebben az esetben viccesen a kifejezés azt ragadja meg, hogy a leeső könnyek olyan, mintha egy patakot vagy egy kis tócsát alkotnának, amiből az egerek tudnak inni. A kifejezés tréfásan itatja az egereket. Ezt jelenti. Nos, a harmadik feladatnál kapcsolj különböző igékötőket a megadott igékhez. Emlékeztetném a kedves társaságot, hogy sokszor volt abból problémánk, hogy az igékötőket össze-vissza írjátok. Ez alapján, röviden, az alapok. Ha van egy igét például, hogy számol, és egy kicsit az elejére teszel egy úgynevezett igékötőt, akkor az ige előtt van az igékötő. Például kiszámol, megszámol, felszámol, leszámol. Ebben az esetben egybeírjuk. Mert az igekötő elő van, az ige pedig utána jön. Amikor megcserélődik a játék, és az ige van elől, és az igekötő utána, akkor külön írjuk. Például öltöz fel. Tehát akkor nem öltöz fel, egybeírom, hanem öltöz és fel. Külön van a kettő. Ha például azt mondom, hogy önst ki, akkor önt és ki. Ebben az esetben két szóról beszélünk. Ha például azt mondom, hogy egy beszélgetésben, vagy mondjuk egy be se lép valaki mondjuk egy online közvetítésbe, akkor a be se lép, ott a be az igekötő, a lép az ige, és köztük még van egy szó. Ebben az esetben mind a hármat külön írjuk.
Oké? És akkor ennek van egy másik megfelelője, és ez a B feladatrész. Ott a tanítónéni a kiránduláson nyilván nem leszámolja a gyerekeket, nem is felszámolja a gyerekeket, hanem megszámolja. Zsuzsi otthon az iskolában történtekről számol. Megszámol az iskolában történtekről? Nem. Valószínűleg beszámol. A beszámoláshoz, amikor valamiről elmondod a fejleményeket. A gyerekek a fogót. Kiszámolják a fogót, jól mondod? És egy szóban van. A beszámol szintén egy szó. A kirendeléson megszámolja a gyerekeket, egy szó. És az utolsó, Petra kishúga már százig. Nyilván számol százig, ez igaz, de még egy kötőt is teszünk hozzá ebben az esetben, elszámol, vagy el tud számolni. Ezt mind meg lehet írni. Vagy el fog számolni százig, több lehetséges változat is van, ebből valamelyiket ki fogod magadnak választanod. Jó? Te döntöd. A tololdalon találsz egy ilyet, hogy itt a táblázatban a hallgat, ünnepel, bujkál, búsul, igék ragozott alakjait. A ragozásra térnék még egy kicsit ki. Ezt is elkezdtük, de ugyanakkor én le is betegedtem, tehát egy kicsit nehéz dolgom volt, hogy ezeket az anyagokat valahogyan átküldjem nektek, de emlékeztetőként, ha van egy szó, amihez toldalék társul, akkor ugye van egy szótő, és van egy toldalék. Toldalék többféle lehet. Lehet úgynevezett képző, lehet jel, és lehet rag. Amikor arról beszélünk, hogy felszólító módnak a jele, az egy J betű volt. A többes szám jele, mondjuk egy K betű. Például ott ház, házak, vagy csinál, csinálj, ott van a J, ott van a K. De ha azt mondom, hogy csináljak, akkor a J betű toldalék után még van egy másik toldalék is, és ezek összeadódnak. Az, mit ragnak nevezünk, mindig az zárja le a toldalékokat. Ha van rag a szóban, akkor utána már nem tudsz még mit hozzátenni, nem tudsz tovább bővíteni a szót. Az zárja le. Amikor megmutatom a megoldásokat, pontosan látni fogod. A rag megmutatja neked, ebben az esetben, ha az igékben a személyi ragokról beszélünk, mert ez itt most nagyon fontos pont a mi feladatunkban, hogy hallgatok. Hát honnan tudjuk, hogy ki végzi a hallgatást, vagy ki az, aki hallgat? Én. De ezt miből tudjuk? Hát abból, hogy hallgatok. Ki hallgat? Én hallgatok. Az a bizonyos ok a hallgat után, az a személyi rag. Megmutatja, hogy ki végzi a cselekvést. Hogy melyik személy és hányadik számban végzi. Oké? Az ünnepelsz. Mit csinálsz? Ünnepelsz. Ki ünnepel? Te ünnepel. Honnan tudjuk? Hát csak az ünnepel a szótő. Az ünnepelsz. Az a bizonyos sz. Ami személyragunk. Ami azt jelenti, hogy te végzed a cselekvést. A többes szám első szemében találod azt, hogy bujkálunk. Mit csinálunk? Bujkálunk. Kik bujkálnak? Mi? Az a bizonyos unk. Az az, ami neked segít, mert az a személyragod. És így tovább, és így tovább. Viszont van egy különleges kitétel az egyes szem harmadik személyű ő esetében. Ott nincsen személyrag, mert ott az úgynevezett zero morféma jön elő, amikor nem látod kiírva. Ott nincsen rag, ami segítene. Onnan fogod tudni, hogy ez az egyes szem harmadik személyű. Ennyi. És akkor, ha így nézzük, az összeset sikerült megcsinálnunk. Nézzük a megoldásokat, hogy ezért nem maradjak adós azzal se. Hát egy kis magyarázatot is fűztem hozzá, én is szeretlek titeket. Na nézzük. Az elsőnél láthatod a különböző igéket, hogy mikor mit húztam alá. A nem harapnál felhívnám a figyelmedet, hogy ez összetartozik. Tehát harap vagy nem harap. Ebben az esetben ezt én egybe vettem. Voltak itt olyan lehetőségek, amúgy ott van, hogy rá tudsz kérdezni, hogy ki csinálja a cselekvést, mi történik, tötötö. A cselekvés történés létezés le is írtam neked, itt még egyszer láthatod, hogy mikor kivégzi a cselekvést, mi alapján tudod eldönteni, hogy most cselekvés történés létezés. Vannak esetek, amikor vitatkozni lehet, hogy egy-egy esetben mikor melyik a
a hivatalos, vagy hogy mikor lehet cselekvésről vagy történésről beszélni, de a legtöbb esetet leszámítva azért mondhatjuk, hogy a legtöbb esetben eldönthető, hogy ez most ő végzi a cselekvést, vagy megtörténik vele. A létezésnél pedig lesz, volt, nincs, sincs, vagyok, stb. Lehetséges, lesznek, voltak, vagytok, ezek ragozva is lehetnek, de ez mind létige. Létezést fejez ki. A kettesnél. A különböző szólások, közmondásoknál, illetve szólásmondásoknál itt megvannak. Itt csak ígért tudok elfogadni. Tehát, hogyha valami, például azt mondod, hogy mondjuk éhes, akkor milyen éhes, az meg azért nem lenne jó, mert az milyen melléknév. Tehát csak igékben gondolkodunk. Egyébként az éhes nem is kellene, hogy oda legyen. Jó, de például itt, hogyha az egereket, ha azt írod, hogy bánatos, akkor milyen bánatos? Azt nem tudom elfogadni, mert sajnos az nem ige, és nekünk ige kell. Egyébként megjegyzem, hogy nem véletlenül van az a kifejezés, hogy Istennek igéje van, mert cselekvésre ösztönöz. Ugyanis a mondatokban az ige az, ami igazából a mondatnak a dinamikáját megadja. Ha van ige a mondatban, akkor a mondat egy mozgalmasabb dologgá válik, ahol valaki valamit csinál, vagy valakivel valami történik. Ezért mondhatjuk, hogy az ige lényegében a mondat egyik legfontosabb szava, a mondat egyik kulcs szava, amit keresünk. Az igekötős igéknél kijelöltem neked, fehérrel jelöltem az összes igekötőt, és ott is láthatod, hogy például lép mellé, ott, ha megnézed, ott van egy szóköz, tehát ott a mellé az az igekötő ebben az esetben. De ha úgy lenne, hogy mellé lép, akkor már egybe kéne írni. Érted? És így tovább, és így tovább. Például írtam neked ott egyet, hogy lesétál, ráugrik, elfut, azt ott egybeírjuk, ahol az igekötő az ige után áll, ott például ugord át, ott így van megoldva. A ki se önti esetében a ki, és az ki önti lenne az igénk, de a se beékelődött. Ebben az esetben mind a kettőt megtartjuk, hát jó, hogy. Oké, mondom tovább. A számol igénél megszámolja, ki beszámolt, kiszámolták, vagy kiszámolják, lehet jelen időben, múlt időben is használni az igéket. Szóval szabadon. A személyragot kijelöltem, mindenhol lilával fogod látni. Érdekes, hogy az egyes szem harmadik személynél, az őnél, ott nem látsz ilyen bejelölt részt. Azért, mert ott a személyrag esetében, egyes szem harmadik személynél nincsen személyragja, ez kivételes. A ragok esetében elmondható, hogy toldalékok fajtájához tartozik, ha a szót ősz toldalékot tettünk, biztos, hogy rag zárja le a szót. De nem minden esetben van így. Például azt mondom, hogy mit tudom én, ugrik, akkor ha azt mondom, hogy ugrál, akkor ugye az kapott egy ragot. De ha másképpen készítem a szónak a további gondolatát, például ugrálás, akkor azt még tovább folytathatom, mert ebben az esetben képeztem egy új szót. Az ugrál volt az igénk, ha ugrálást mondok, akkor az micsoda? Ugrálás egy főnév, egy cselekvésnek a neve. Az ugrálás egy cselekvésnek a meghatározott neve, amit én adtam neki, ugrálás. Ha például azt mondom, hogy ugrálással, akkor mivel ugrálással? A valvel már egy újabb toldalék, oké? Oké, így működnek a dolgok. Nem pontos a példa, de nem akartam jobban belemenni. Viszont láthatjátok, hogy a lilával bekeretezett részek pontosan megmutatják neked azt, hogy hol, milyen toldalékot találtunk meg, és hogy azok mit jelentenek. Olykor előfordul, hogy találsz ilyet, hogy ok. Ott az o betű egy kötőhangnak nevezett része a ragnak, és ez azért kapcsolódik, bocsánat, a toldalékhoz, azért kapcsolódik hozzá, hogy a nyelvben könnyebben lehessen megvalósítani a ragozást. Ez hozzájárul. Ha nem lenne ott, búsulk. Én búsulk. Nem lenne rendes, ha azt mondom, hogy búsulok, ez egyértelművé teszi, és a kimondásban is sokat segít. A nyelvújítás korára nagyon figyeltek, hogy ezek a ragozások, ezek jobban áttekinthetőek legyenek. Ugyanis a régebbi magyar nyelvben ezek azért nehezebben voltak jól követhetők, pláne a mi modern gondolkodásunknak. Az igének látod, itt röviden kiszedtem neked az összefoglalását, néhány fontos dolgot, a különböző igemódokat, a különböző igekötőségeknél, a ragozás, helyesírás esetében.
Oké? Okay. Mi itt a ragozásnál csak az egyes szám és többes szám, illetve a számszemélynek a ragjairól beszélünk, ezek zárják le. Ezért nem is mennék bele tovább. És itt pedig látsz egy kis táblázatot, ez alapján segíthet neked a táblázat abban, hogy nagyon jól megmutassa neked, hogy kijelentő módban használhatunk jelenidőt, múltidőt, jövőidőt. Feltételes módban csak jelenidőt és múltidőt tudsz használni. Jövő időben nem tudsz feltételes módúigét alkotni. A felszólító módot pedig csak és kizárólag, hála az égnek, ez végre könnyű, most csak jelenidőben lehet használni. Persze ezek nagyon könnyen mennek egyébként a valós életben. Itt, hogy így látod, ilyen nyelvtani szabályként egy kicsit bonyolultabbnak tűnik, de a lényeg az akkor is az, hogy az a célunk, hogy nagyjából megértsük, hogy egy adott szót, egy adott igét hogyan lehet esetleg ilyen-olyan-amolyan módban, ilyen-olyan időben alkalmazni. Jó, és akkor itt van még egy, amit itt látsz. Ezt így döntöttem, hogy ezt megmutatom neked. Például van az a kifejezés, hogy elmosom. Ez az ige. Látod, hogy az ige az el-lel kezdődik. Ebben az esetben ez egy igekötőnk. Mivel egyben van az igével, az ige előtt áll, egybe írom. Az ige, ami a szónak a töve, az, hogy mos. És a mosom, az om, az egy, ebben az esetben egy személyrag. Maga a személyrag az M betű kéne legyen, az O pedig egy kötőhang, ami segít a kiejtésben, és hozzá kötődik a személyraghoz. Ennyi. Bővebben nem mennék be, de ötödikben, meg a továbbiakban sokszor fogjátok ezt használni, szóval imádni fogjátok. Nos, akkor nagyjából láthatod a megoldásaimat, és akkor még mindig maradt egy csomó időnk, egy QR kódot fogsz kapni, ez a webnódnak a QR kódja, ha úgy gondolod, akkor olvasd be, nézd föl erre az oldalra. Ez ingyenesen működik, semmire nincsen szükséged, de egy e-mail címre igen. És miért megkérdezned, hogy Dát Miklós bács, miért kell nekem megadnom az e-mail címmet? Hát úgyis csak egy weboldalt akarok szerkeszteni. Hát azért, mert amikor szerkeszteni akarod, akkor a felületen, a te felületedre valamilyen módon hozzá kell csatlakoztatni egy e-mail fiókot. Ebben az esetben ez nagyon jól fog neked jönni, mert hogyha esetleg érkezik valami üzenet, akkor te értesítést kapsz róla. Amennyiben úgy gondolod, hogy szeretnél vele tovább folytatni a munkádat, de elfelejtenéd, hogy mivel tudsz belépni és a saját oldaladat fejleszteni, akkor tudsz küldeni egy e-mailt, és küldenek neked egy emlékeztető kódot, és az emlékeztető kódot az e-mail címedre kapod. Nos, indítsunk a nulláról. Nézzük meg, mit lehet itt tenni. Fölmegyek a saját internetes oldalamra, illetve most megnyitottam egy böngészőt, és beírtam ide mondjuk a keresőbe, hogy webnód. Jó, időben még szerintem jó vagyok. Itt látsz különböző weboldalakat. Hirdetéseket sose szoktam megnyitni, de ez egy online weblapszerkesztő rendszer, amelyet a valaki kifejlesztett. Ez egy ingyenesen elérhető felület, de ha akarja az ember, fizetős változatra is válthat, nyilván bővebb lehetőségek vannak. Én csak a legegyszerűbbet szeretném. Rákattintok erre, hogy webnode, weboldal készítés ingyen. Nézzük, mi történik. Ha a képernyőképemet látod, akkor pontosan tudod most, mi fog történni. Jó, itt is vagyunk. Készítsd el weboldaladat ingyen. Fantasztikus! Azért most arra választottam ezt a fajta feladatot, mert ugye most, hogy mindenki otthon van, és úgymond online felületen is tudsz dolgozni, és valószínűleg szülői segítséget is kapsz, ezért ha létre akarsz hozni egy saját blogbejegyzést, egy saját internetes oldalt, akkor ezt meg tudod csinálni, és adott esetben a szüleid is tudnak neked segíteni. Én itt megcsinálom, hogy hogyan kell, ha mi most az iskolában lennénk, és persze tudnánk mindenkinek az e-mail címét, akkor mindenki a saját e-mail elérhetőségével megalkothatná a sajátját. Most ebben az esetben egy mintát fogsz kapni. Kattintsunk rá, hogy kezd el. Persze itt dönthetünk, hogy egyszerű szerkesztéssel szeretnénk üzleti vagy személyes webáruház vagy mobilbarát weboldalt. Fantasztikus. Egyik jobb, mint a másik. Nos, kattintsunk rá, hogy kezd el. Én már előre regisztráltam, de írd be a weboldalad nevét. Nos, valószínűleg a regisztrációra lesz szükség. A rendkedvéért egy teljesen újat fogok csinálni. Oké? Okay? Legyen mondjuk az, hogy Balogh Miklósnak a weboldala legyen. Tudjátok, a weboldalnak a címe nem tartalmazhat nagybetűt, csak kisbetűket. Akkor
Legyen Balogh Miklós Proba. Legyen ez a weboldalnak a neve. A regisztrációt pedig, ami engem illet, akkor legyen a Nick Lefty-vel csinálom. Bocsánat, csak 1985. Így. És a jelszó az a te jelszavad lesz, amivel szerkesztesz. Tehát ne az e-mail címednek a jelszavát add meg, hanem alkoss egy sajátot. Ebben az esetben a következőt javaslom. Például az én esetemben legyen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fel ne törjél. Na nézzük. Azt mondom, hogy indítás. Nézzük, mi történik. Mentse a bejelentkezést ehhez? Egyelőre én azt kérem, hogy ne mentse. Nézzük, mi történik. Most várunk egy picit. Érvényes e-mail cím. Bocsánat, valószínűleg gmail.com, ez lemaradt. Jó, megpróbálom újra megalkotni, és a jelszó. Az én esetemben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lesz. Mivel csak egy próba, egy fene legyen nyilvános. Elindítottam. Ezek szerint elfogadta. Jibi! Úton vagyunk. Milyen típusú weboldalt szeretnél? Weboldalt vagy webáruházat? Szerintem maradjunk a sima weboldalnál. Weboldal! Ez az. És akkor válasz websablont. Itt találsz egy csomó fajta, különböző fajta képeket. Kedvedre kiválasztod, hogy mit szeretnél belőle. Sok sablonban, az a hölgy elég csinos. Ez meg nagyon jól elszórakozik. Tenisziskola, ez se rossz. Kár, hogy nem tudok teniszezni. Gyümölcs és juice. Zenei hírportál, van itt minden. Ez a rózsaszín, ez. Érzékeny női oldalam előjött. Na jó, hagyjuk, csak vicceltem. Én ezt választottam magamnak a Mikiro Esuke megalkotása során, de most egy másik legyen. Ó, ez is fantasztikus nézesen néz ki. Pénzügyi tanácsadó. Új művészeti. Mennyi fajta féle van? Ó, mini sör főzde. Nem főzünk sört. Mézes kalácsos, sütögetős, ez sem rossz. Szóval rengeteg fajta féle közül az, hogy jaj, milyen cuki ez a kutya. Na nézzük tovább. Mivel magán weboldalt készítünk, ezért tetszéset szent választhatsz. Ezek közül ugye rengeteg fajta féle van, talán az egyik a kísérlet kedvéért elnyeri a tetszésedet. Én sokkal jobban nézek ki, mint ez a fickó, de válasszuk ezt. Az előnézetet is megnézheted, de én nem akarok most előnézetet, én rögtön a választást választottam. Nézzük, mi történik. Rákattintottam, és ekkor készülj, vagy kérjük, várj. Nézzük, mi történik. Nos, maga a webmód egy olyan oldal, ahol igazából grafikus felületen látsz mindent. Nem kell tudnod kódokat alkotni, nem kell tudnod webszerkesztő alapokat, de nagyon egyszerűen kezelhető, és rá fogsz jönni, hogy tényleg nagyon pofon egyszerű. Ma már bárki tud ilyet csinálni. Ez, amit most megalkotsz, ott van, a weboldalad kész. Ez a weboldal címe, balogmiklospróba.webmód.hu. Ha ezt, amit most látsz itt kiírva, ezt, magadnak a sajátodat érdemes elmenteni, hogy amikor úgy alakul, be tudj menni rá. Kezdjük meg a szerkesztést. Amúgy, ha érdekel, egy 7 perces tutorial videót is megnézhetsz, csak rá kell kattintanod erre a bicikliző emberkére. Én elkezdem a szerkesztést. És ebben az esetben már látod, hogy egy kész weboldal sablont kaptál. A mi problémánk az, hogy egészen pontosan mit csinálunk vele. Ha én oda viszem az egeret, láthatod, hogy egy kis sablon azon nyomban elkezd neked megjelenni, tehát látható, hogy kijelöltél bizonyos dolgot. Kattints bele! Ha kijelölöd a szöveget, már te szerkeszted. Ott van, mi? Már te szerkeszted. Látod? Miklós oldala. Itt nem enged két sorban, de ha belekattintasz, akkor elképzelhető, hogy enged más lehetőségét is. Miklós oldala. Így. Viszont arrébb lehet rakni, hogyha úgy gondolod. Tehát elvileg itt vannak lehetőségeid. Nem mindegyik fajtánál engedi meg a személyre szabást, de például itt majdnem mindent átváltozhatsz. Vagy változtathatsz. Például Vándor Tom, melyet Vándor Miki.
Így jó lesz. Logót hozzá is adhatok. Ebben az esetben képet készítesz, képet fel tudsz tölteni. Viszont ne feledd, erre a felületre maximum 100 megabájtnyi anyagot rakhatsz föl, tehát nem az a lényeg, hogy telerakd különböző feltölteni való anyaggal, hanem csak annyi, hogy megismerkedj az alapokkal. Ha itt lejjebb megy, akkor látod, indulj útnak velem. Rakhatsz be képeket, és ennyi. Ez egy blogbejegyzés, amit itt látni fogsz, és te magad kedved szerint a különböző képeket felrakhatod. Akármilyen elrendezésben megcsináltad, csak rákattintasz és rányomod a szerkesztés, és azonnal akár, ha akarod a képet, látod, le is cserélheted. Nos, itt vannak különböző képek, és vannak ilyenek, hogy képeim. Ó, és akkor kép feltöltése. És akkor innentől kezdve már te keresed a képet. Nikitől kaptam egy rajzot ajándékba, hogy sikerült a vizsgám, én ezt most be is fogom ide rakni. Bezárás. És akkor voilà, a föld, ahol az álmok valóra válnak. És ott van a kép, amit kaptam. A képet át tudod méretezni, vagy arrébb lehet húzni, úgyhogy szépen ki lehet mindent tapasztalni. Sőt, a képet akár ki is nagyíthatod, vagy le is kicsinyítheted. Szóval tetszésed szerint megváltoztathatsz dolgokat. A szöveget bármikor kitörölheted, és a helyére akármit beírhatsz. És így tovább, és így tovább. Ez alapján bármilyen dolgot meg tudsz csinálni. Amit én most nagyon szeretnék neked megmutatni, az a következő. Hogyan tudsz saját internetes naplót készíteni? Hozzátenném, hogy ne felejtsd el, az internetes naplónak az egyetlen hátránya, hogy ezt mások is láthatják. Tehát csak olyan esetben vágj bele ebbe, hogyha úgy gondolod, hogy szeretnéd ezt másokkal is megosztani. A mi esetünkben annyi kérésem lenne, mivel ez csak egy próba, egy kis játék, ha úgy tetszik, amit akár napokon, heteken, akár hónapokon belül is fejleszthetsz. Leírhatod, hogy mit tudom, milyen érzés mondjuk karanténban lenni, ha mondjuk van egy kedvenc videójátékod, vagy egyéb kedvenc hobbit, amiből szívesen gyűjtesz anyagokat, ezeket mind felrakhatod. Akármilyen megoldást megcsinálhatsz. Ami engem illet, én azt mondom, hogy szerintem csak az utat mutatom meg, és innentől kezdve kedved szerint alkothatsz, amit szeretnél. Nagyon figyelj rá, hogyha bármit alkotsz, az maradjon a jó ízlés határain belül, és ne feledd el, hogy csak és kizárólag olyan anyagot tegyél föl az internetre, amit úgy gondolod, hogy az vállalható. Ezért azt javaslom, hogy eleinte legfeljebb egy-két blogbejegyzést csinálj, többet ne. Nézzük. Találsz itt fönt egy olyat, hogy oldalak. Kattints rá. Ez alapján az oldalaknál látod, hogy van olyan, hogy kezdőlap, van olyan, hogy blog, van olyan, hogy rólam, és van olyan, hogy kapcsolat. Ne adj meg semmit kapcsolatnak. Semmit. Legfeljebb semmit. Pontosan ennyit. Semmit. Ne adj meg semmit. A blog esetében az oldal megjelenése a menüben. Igen, jelenjen meg. Kattints bele. Igen. Lehet korlátozni a hozzáférést az oldalhoz, így akár zárt weboldalt is alkothatsz, vagyis csak a számodra engedélyeztetett emberekkel tudod megnézetni. Ez már az internetbiztonsághoz tartozik. Az én esetemben, amikor először csináltam ilyet, én nyilvánossá tettem, hogy ti meg tudjátok nézni. De dönthettem volna úgy is, hogy egy e-mail címlista alapján be kell jelentkezni, és akkor vagy pedig regisztráltatlak az oldalra. Ha regisztrálsz az oldalra, akkor már az internetnek nem a legfelső mindenki számára elérhető rétegében vagy, hanem már egy kicsit az internet világának egy bejebbi, egy privátabb szférájába lépsz, ahova már csak bizonyos embereknek van betekintése. Tehát ha nem regisztrál az oldalra, nem tudja megnézni a bejegyzéseket. Te viszont értesülést kapsz róla, hogy kiregisztrált az oldaladra. Nagyon kérlek, hogy az ilyen jellegű blog bejegyzéseknél legyél úgy, ahogyan már korábban is tanítottam, intelligensen, igyekezz okos dolgokat felrakni. Olyan dolgot, ami nem hülyeség kategória. Hiszen ezek nem azért készülnek, főleg ez, hogy egy iskolai alkalommal próbálunk ilyet készíteni, nem arról szól, hogy tényleg mindenféle butaságot felrakjon az ember, sokkal inkább arról szól, hogy megnézze, hogy ez hogy működik. Mivel most pont úgy alakult, hogy otthon töltjük az időt, és egy kicsivel több időnk van, és talán egy kicsit túl sokat is számítógépezünk, van lehetőség egy kicsit ebben is elmélyedni. Szóval én arra azt javaslom, hogy próbáld meg felfedezni. Képekből nagyon egyszerű, kisméretű képeket tegyél föl. Lehetleg nem magadról, hanem adott esetben, mit tudom én, máshonnan letöltött képeket, vagy akár azokat a mintaképeket, amit ajánl. A lényeg csupán az, hogy egy kicsit gyakorolj, kipróbáld magát az egészet.
Jó, én adott esetben bejelöltem ezt, hogy oldal megjelenés a menüben, és bezár. Nos, nézzük. Bármikor visszavonhatod, amit csináltam, és én most jelenleg itt vagyok, még mindig ezen a területen. Ha szeretnél visszalépni, akkor megteheted, bocsánat, vannak még olyanok, hogy beállítások. Itt is megnézheted, hogy van ingyenes, van olyan, hogy fizetős szolgáltatás, a domén az, ami alapján rá tudnak keresni az internetedre, e-mail fiókot is megadhatsz, weboldal szerkesztőt is adhatsz meg, weboldal beállításai a weboldal szerkesztőnél, akár más felhasználókkal is együttműködhetsz, ezt nem tartom szükségesnek. A weboldalnak különböző beállításai is vannak, ezeket is megnézheted. Keresési indexelést, ha ilyet megadsz, és itt rákattintasz, akkor engedélyezed az indexelést, és hagyod, hogy kereső motorok, mint például a Google, rákereshessen a weboldaladra is. Tehát, ha mondjuk én fölteszek egy bonszájos bejegyzést, hogy például mit tudom én, hogyan drótoznék egy törpefenyőt, és mondjuk valaki az interneten pont arra keresse, hogy törpefenyő drótozása, akkor lehet, hogy az én oldalamat is megtalálja. Ezt javaslom, hogy ne használd egyelőre, semmiképpen. A Google Analytics segítségével elemzéseket tudsz készíteni, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Cookie figyelmeztetés megjelenése is van. Tudod, ez az úgynevezett süti. Ez a rendszernek egyfajta nyomonkövetést tesz lehetővé, és amit te kerestél és csináltál, a weblapon annak az emlék lenyomatát megtartja. Így amikor legközelebb fogsz fölmenni netezni, akkor ezeket ő felhasználhatja. Ahol lehet, én általában az ilyesmiket kiszoktam kapcsolni. Van, ahol persze nem annyira lehet. Ott van, hogy felhasználó regisztrációs beállítások, ez mind megteheted. Egyébként törölheted is a weboldaladat. Szóval itt nem az a legfontosabb, hogy most valami hiperszuper alkotásod legyen, hanem hogy kipróbáld. Később lehet, hogy nem ezzel, hanem egy sokkal profibb szerkesztővel fogsz dolgozni. De az alapok, hogy lásd, hogy hogy működik, és kipróbáld, hogy milyen, amikor te szerkesztesz valamit, arra ez isteni. És ami engem illet legszívesebben azt javasolnám, hogy szálljuk rá akár adott esetben ezt a szűk májusi hónapot, legalább egy 2-3 hetet, nézzünk meg bizonyos dolgokat, hogy mit, hogyan lehet megcsinálni egy ilyen oldalon. Nos, én most többet nem szeretnék kifejezetten, túl sokkal többet már ehhez az alkalomhoz hozzátenni, de azt mindenképpen szeretném kérni, hogy aki csak teheti, próbálkozz meg vele. Lehet, hogy nem rendelkezel számítógéppel, csak mobiltelefonnal. Nem próbáltam mobiltelefonos alkalmazásként ezt megpróbálni, de megpróbálhatod. Amennyiben nem sikerül, abban az esetben semmi probléma nincsen. Ez esetben kérlek, ha nem nagy kérés, jelezd nekem, hogy ilyet nem tudsz létrehozni. Ami engem illet, igazából ebből egyetlen házi feladatot szeretnék kérni, ha ilyet egyáltalán kérhetek, aki tudja vállalni, hogy ezt a weboldal készítést kipróbálja, küldd el e-mailben, hogy mi az oldalad címe. Szívesen megnézném én is. Oké? Okay? A legegyszerűbb dolgokat kérem, semmi bonyolultat nem kérek, tényleg próbáld ki, hogy hogy működik. Ó, még valami, nagyon fontos pillanat. Közösségi gombok megjelenítése a bejegyzésekhez, ez a blogbeállításoknál is lehet. Én ezt kikapcsolnám. Ha beszeretnéd folyamatosan posztolni, szeretnéd, hogy mit alkottál, akkor ezt be tudod kapcsolni. Ha úgy gondolod, hogy Facebook hozzászólásokat nem szeretnél kérni, akkor kikapcsolod. És van blogbejegyzés, fejléce és lábléce is. Ez már a különböző mérőkódoknak a beillesztése, ezt én nem használnám. Legalábbis egyelőre biztosan nem. Oké? Ezek a beállítások voltak, itt találod meg. A közzétesz esetében, amint megnyomod a gombot, onnantól kezdve ez mások számára elérhetővé válik. Nem vásárolsz külön domaint, bezárod. Ezzel létrehoztam egy saját bejegyzést. Ha az oldalakra kattintasz, akkor láthatod, hogy akár a kezdőlapra is rá tudsz menni. Az oldal megjelenítése a menüben. Az oldal megjelenítése a menüben az azt jelenti, hogy van egy menüje az oldaladnak, ahol a kezdőlap látható. Korlátozni nem akarom a hozzáféréseket. Ennek megfelelően én most itt végeztem. Ha oldal hozzáadása, erre kattints rá. Ekkor megint vannak különböző sablonjaid,
ezt javaslom, a blogot, vagy a fotógalériát, és kattints a kiválasztásra. Te leszel a kiválasztott. Add meg az oldal nevét. Az oldal neve az lesz, hogy naplóm. Neked bármilyen más név is megfelel, én most ezt választom. Ekkor egy új aloldal következett, amit a saját weboldaladon fogod megnézni. Ezek blogbejegyzések. Például blogbejegyzés képekkel, formázási tippekkel, egyszerű blogbejegyzés. Ami engem illet, én kipróbálnám ezt. Egyszerű blogbejegyzés. Ha erre rákattintasz, akkor új bejegyzés. Kezelheted is a bejegyzéseket, vagy az elrendezését is választhatod. Választod új bejegyzés. Adjuk meg a bejegyzés címet. Próbakezdet. Például. És létrehozom. Ha létrehoztad, akkor innentől kezdve ott van egy próbakezdet és egy üres felület. Elkezdheted a szerkesztést. Kedves 4. B. Ez egy próbaoldal. Ez a próbaszöveg. Köszönöm, hogy kipróbálod a weboldal szerkesztését. Üdvözlettel, Miklós. És ha ez megvan, akkor mondhatjuk, hogy itt vannak különböző opciók, ezeket mindet megnézegetheted, akár különböző hozzákapcsolások, menük, menüpontok, rengeteg mindent, a különböző betűtípusokat, illetve a betűnek a különböző fajtáit, illetve attól függően, hogy melyik hol van, illetve melyik részen mit találsz, ezeknek akár a betű méreteit megváltoztathatod. És amikor készen vagy, dönthetsz úgy, hogy közzétesz. Amennyiben ezt megcsináltad, bezárod. Azt mondom, hogy itt most már van olyan, hogy blog. Itt bezárok. Itt megadhatod magadnak a különböző weboldalaimat. Itt külön meg tudod nézni akár azt is, hogy milyen weboldalakat készítettél egyik. Az én esetemben most itt van saját weboldalam. Nézzük. Ez a Valog Miklós próba. Így van. Prémium csomagot nem aktiváljuk, weboldal statisztikát nem nézzük. Regisztrálunk, ott van a weboldal törlése. Tehát bármikor törölheted magad. A menüben találsz egy ilyet, hogy. Számlám kijelentés. A számlám az az account. Saját weboldalaimat megnézem. Személyes weboldal. Ó. És akkor itt dönthetsz akár úgy is, hogy na, itt már, amit itt látsz, ez ugyanaz a kezdeti rész. Itt látod, hogy Miklós oldala, és itt van, hogy próba kezdet, ez egy egyszerű blogbejegyzés, már azonnal írhatod is. Amennyiben képeket akarsz belerakni, ott szöveg is és kép is lesz. Oké? Szóval ezeket mindet csinálhatod. Ha megnyomod a backspace billentyűt, ami az Enter fölött található, azonnal visszaállnak egy másik pillanatra, egy másik weboldalra, egy pillanat műve alatt. Szóval egy sokféleképpen alkothatsz, és ha akarod, akár új gombot is elhelyezhetsz, de erre talán majd később sor kerül. A földön az álmok valóra válnak. Ezt most alkottam meg. És ha itt van egy bejegyzések kezelése, akkor itt láthatod, hogy a próba kezdetnek milyen felületei vannak, mi az, amit eddig megalkottunk. Ezeket bármikor kitörölheted, foghatod, és dönthetsz úgy, hogy azt hiszem itt a korlátozd a hozzáférést, igen, időzített közzététel, próba kezded, minden bejegyzést kezelsz, és itt találsz egy ilyet, hogy törlés. Például a blogbejegyzés képekkel, ott azt, pillanat, például a blogbejegyzés képekkel törlés, törlöm. Egyel kevesebb. Blogbejegyzés formázási tippek. Törlöm. Egyszerű blogbejegyzés. Törlöm. Elképesztő vacsora. Törlöm. Nem kell nekem. Lélegzetelállító kiállítás. Törlöm, mert nem én hoztam létre. Tökéletes hely egy kávészünetre. Nagyon jó lenne a kávéznánk. Nem kávézunk. Lenyűgöző arizonai sivatag. Majd ha ott leszek, írok képeslapot.
felkészülő és a következő kirándulásra. Jó lenne kirándulni, de most nem köszi. És látod, most ha ebből én kilépek, bezárom, akkor láthatod, hogy már csak ez maradt. A próba kezdett. Ez egy próba oldal, ez a próba szöveg, ezt hoztam létre. És csak ezt hagytam meg. Oké? Okay? Ezt az egyet hagytam meg. És ez az a kép, amit kaptam. Oké? Okay? Itt adott esetben bármihez bármit hozzáfűzhetsz, kitörölheted, eltávolíthatod, kukázhatsz bármit. Szóval szabadon megcsinálhatod ezt. De amit utoljára szeretnék megmutatni neked, az az, hogy kattints el, hogy oldalak. Az oldalakon belül itt találsz egy ilyet, hogy kapcsolat rólam, naplom, ilyesmi. A naplomnál ott van az oldal megjelenítése a menüben, igen. Ha új oldalt akarsz hozzáadni, kiválasztod, hogy az mi lesz. A különböző weboldalak már a különböző rákattintások révén újabb és újabb aloldalakra fognak irányítani. Ha én most fotogalériát szeretnék, és ki is választom, akkor oké, hozzuk létre egy fotogaléria. Meg is csináltuk. És ebben az esetben már azon nyomban kezdhetem a képek feltöltését. Itt, ha rákattintasz egy képre, mondhatod, hogy szerkeszted, és akkor képet cserélsz. Mondjuk, mit tudom én, legyen igék összefoglalása egy. És akkor megnyitom. Jó, bezárom. Látod, lecseréltem a képet. Ha hozzáadod ezt a pluszt, akkor látod, már adhatsz hozzá egy új szakaszt. Szöveget, hasábot, árlistát, legutóbbi bejegyzést, még képeket, három hasából szöveg lesz. Egyszerű szöveg, szöveg és kép, csak képek, szolgáltatás, képgaléria, legyen képgaléria. Ebben az esetben több lehetséges közül választhatsz, és azokat is feltöltheted. Válasszuk ki ezt. Mondjuk szerkesszünk. Töltsünk fel még egy képet. Legyen akkor ez a QR kód. Be is zártam. És kész. Hát ott már itt is vagyunk. Fotogaléria, és ott vannak a képeid. Oké? És akkor persze tegyük is közzé. Bezárjuk. És szerintem szeretnéd megnézni, hogy mit alkottunk. Igaz? Nos, ha beírod azt, hogy pillanat, van itt egy ilyen menü, itt vissza tudsz menni akár a kezdőlapra. Így. Itt van egy Miklós oldala, itt van próbakezdet, földre, ha az álmok valóra válnak, és készen vagyunk. Elkezdtünk alkotni. Ha belekattintasz a földre, ha az álmok valóra válnak, akkor azon belül, látod, rögtön jönnek ezek a dolgok, megnézheted ezeket, bármit meg tudsz változtatni benne, amit csak szeretnél. Ha a menüből megkeresed, hogy fotogaléria, akkor itt már a képeid fognak előjönni. Ne felejtsd, csak 100 megányi helyed van. Ha a menüben visszalépsz és megnézzük a kezdőlapot, akkor már megint itt vagy a bevezető oldalon. Így van, ha az összes cikkre kattintasz, pillanat, linket is szerkeszthetsz, de akár ugorhatsz is oda, az összes cikkre. Itt látod az összes bejegyzéseidet, ebben az esetben nekem ez az egyetlen. A menüvel mindig vissza tudsz menni. Oké? Ha a naplómra kattintasz, akkor ott van, hogy próba kezdett. Ha abba belekattintasz, akkor akkor szerkesztheted a bejegyzést, újat is hozhatsz létre, most egy újat adok meg, legyen mondjuk ez, és ebben az esetben már nem csak a próba kezdet van meg, hanem egy másik is. És ha meg vagyok, közzé is teszem. Miért is ne? Itt mindig a bezárást választod. Nézzük a menüt, menjünk vissza a kezdőlapra. Nézzük, lesz-e változás. Hoppá! Induljunk újra. Földön az álmok valóra válnak. És ott van egy új bejegyzés, látod? Ott. A próba kezdet volt az első, ez pedig, amit most hoztunk létre. Ha erre belekattintasz, már szerkesztheted is. Oké? Okay? Szóval így működik az egész. Ez tényleg nem egy túl bonyolult dolog. Bármit megváltoztathatsz, bármit megcsinálhatsz, akármit megcserélhetsz benne.
Az oldalt a WebNode működteti. Itt látsz ilyet, hogy beállítások, de nézzük, hogy ez mit tud. A weboldalnak alkothatsz lábléccet, ez az alja a lábléc. Effektek, kép, meg bármi. És hogyha megvagy mindennel, amit szeretnél, mindent közzé is tehetsz. Bezártál, és akkor utána weboldalaimra menjünk. Azzal zárjuk le az alkalmunkat, hogy nézzük meg a már meglévőt. Nézd, csak ott van. A Balog Miklós próbának ez az e-mail címe, balogmiklospróba.webnode.hu. Dönthetsz úgy, hogy ki, hogy hivatkozás megnyitása. És akkor most láss csodát, ez már nem a szerkesztő oldal, hanem amit a látogatód lát. Tehát ezt, ha valaki beírja, hogy balogmiklospróba.webnode.hu, erre az oldalra fog irányítani. És itt pedig már csak a blogbejegyzéseket látod. Oké? Okay. Az összes cikk... Nem tudom, mit akar zárja be a programokat, nem akarom bezárni. Viszont azt tudom, hogyha én rákattintok mondjuk erre, akkor ez az anyag jön be, amit én közzétettem. Ha én visszalépek, és mondjuk megnézzük a képet, na, már is betolt. Á, itt van. A lap összeomlott. Lapot visszaállítjuk. Akkor mondjuk megnézzük ezt a részt, ahol a kép is található. És akkor látod, ahova betettem a képet. Köszönjük ki még egyszer a képet, fantasztikus volt. Nagyon gyönyörű lett a rózsa. Köszönöm, hogy készítettél nekem egy ilyet. Látod, hogy itt már bármelyiket is, akár a próbakezdetest is, bármit meg tudunk nézni. És így tovább, és így tovább. A különböző weboldal fajtáknak, illetve az oldal típusát azért állíthatod be, hogy mit fog tartalmazni az oldalad. A blog esetében valamilyen szöveges rész jön, ahol blog és kép van. Ott nem csak szöveg van, hanem képet is tartalmaz, de egyéb hivatkozást is be tudsz tenni. Szóval jó szórakozást kívánok mindenkinek, és emlékeztetnélek arra, hogy amikor ezzel készen vagy, pillanat, és bármikor újra bemész, hogy webnode.hu, akkor ott látod, hogy bejelentkezés. Ott a saját e-mail címeddel be tudsz jelentkezni, az én esetemben egy másik lesz, ez a... Ha én ezzel a Balogh Miklós, vagy Miklós Nagybalogh az gmail.com-mal jelentkezem be, akkor nem tudom, mit akar most csinálni, én innen szoktam megnézni. Itt van mikiroeszuke.webnode.hu. Ha a saját oldalamat is szeretném megnézni, akkor például ezzel meg tudom nyitni. És akkor ez volt az, amit korábban létrehoztam. Itt lehet létrehozni különféle menüket, és akkor azon belül, hogyha bekapcsolódsz, akkor azonnal ott látsz bizonyos dolgokat. Például informatika 5. osztályában egy anyagot raktam föl, informatikai alapfogalmak volt. Ennyi. És akkor raktam be hozzá egy képet, meg szöveget. Hát ott itt csak szöveg van. Akármit nem tudsz föltölteni, kicsit korlátozva van, de ez mégiscsak egy kis bevezetés a különböző webszerkesztős dolgokba. Szóval mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. A mai napra én végeztem. Szabadon felfedezheted az alkotás örömét, nem venném már tőled. Amit esetleg megalkotsz, és úgy gondolod, hogy szívesen megosztanád, küldd el a weblapodnak a címét, vagyis ezt. Küldd el nekem. Küldheted QR kódban is, küldheted a weboldal címét is. Nagyon szívesen megnézném, hogy mit alkottál. Szerintem nálam sokkal ügyesebb anyagokat is létre tudsz hozni. A megosztást most be fogom fejezni, és ezennel felvettem az első Zoom applikációval készített, vagy Zoom programmal készített videós anyagomat. Remélem minden jól látszik majd, és jól fogtok rajta szórakozni. Köszönöm a megtekintéseteket, szervusztok!